Herter Ilona vagyok, Gyomán születtem, 1925. augusztus 26. Édesapám könyves volt neki a szakmája, abba is dolgozott, édesanyám a háztartásba, négyen voltunk testvérek, három fiú és én egyedül lány. Másodiknak születtem, mint lány, 44 ősszel vittek ki bennünket a Szovjetunióba, január elején, 3-án. Háború időszak volt akkor is, mikor már az eszemet tudtam, mikor már felnőttem egy kicsit. Már akkor kezdődött a háború. Már akkor elég háborús időszak volt, 10 éves koromtól mondjuk. Már akkor csak a háborúról lehetett hallani mindent. Már akkor ugye szóba volt a háború. Én már 12 éves korom óta dolgoztam. Akkor már napszámba jártam, mikor az iskolát abba hagytam. 12 éves koromig, ugye akkor még úgy jártunk. És én már akkor napszámba jártam, mert 4 gyerek volt, viszont a 2 öreg szülő is velünk lakott. Azt is el kellett tartani az édesapámnak, mert ő neki volt a szülei, és együtt laktunk. Elég szegény körülmények között éltünk, mindenki dolgozott, mégis nehezen éltünk. A gyerekévem az jó volt, játszottunk, szaladgáltunk, futottunk, minden, de a Gyomáról ki nem mentünk sose. Hanem az utcában mi gyerekek voltunk, mert voltunk elég sokan, és ugye akkor játszottunk késő estig, meg tudja csoda, hogy elég jó gyerekkorom volt, nem azt mondom, volt mit ednünk, de nagyon sokat dolgoztak a szüleim is, mind a kettő, meg aztán mondom, én is már 12 éves korom óta, mert akkor született meg 14 éves koromban a 3. öcsém. Aztán másik 7 évre a 4. öcsém. Úgyhogy volt pici a háború alatt. Még 5 éves volt a legkisebbik testvérem, amikor engemet elvittek. De akkor az édesapámat is elvitték magyar katonának, szóval katonának. És akkor vitték volna ki a frontra, amikor belőttek már Endrőről az oroszok. Nem is tudtunk róla, hogy jönnek be az oroszok. Én még akkor néztem, hogy a repülőgépek szállnak föl a gyomai röptéről, vagyis hát a csordagyep volt az, csak odahordták a sok bombát, és onnan szedték fel a német gépek a bombákat, és akkor mentek Románia fele, vitték a bombát. És mi megnéztük otthonról, hogy hát milyen sűrűn viszik, milyen sűrűn szállnak fel a gépek. De nem tudtuk, hogy jönnek a román, vagy az oroszok. Csak már akkor tudtuk, amikor bejöttek, mert az édesapám Gyomán volt behívva katonának, és akkor ilyen élelmezési kiadó volt, vagy mit tudom én mi. Aztán jött haza elbúcsúzni, hogy menni kell 6 órára az állomásra nekik, mert viszik ki a frontra őket. Akkor már katonaruhába jött az édesapám elbúcsúzni. És még odahaza volt az udvarba, amikor már belőttek izérül, Endrőről a tankok. Úgyhogy ki is lőttek, tehát 3 tankot ott mindjárt a németek a határnál, a Gyoma-Endrőt határánál. Akkor az én édesapám a hídon keresztül azt mondta, hogy ő a hídon keresztül megyen el a vasúti hídon, nem akart kimenni az állomás fele, mert azt mondja, hogy arra már nem tud kijutni az állomáshoz. És hiába mondták neki a szomszédok, hogy vetkezzen le, és ne menjen már sehova se. Már itt vannak az oroszok. És nem mert levetkőzni, mert ő az első világháborúban is volt. És azt mondja, hogy ő látott nagyon sokat, hogy azt kivégezték, aki úgy elszökött. Azt mondja, akkor ő tett katonaszökevénynek izélik, hogyha ha majd visszaverik a
izét, az oroszokat, ő így mondta, hogy hát, ha visszaverik az oroszokat, és akkor őtett katonaszökevénynek nyilvánítják. És akkor, akkor átment a gyomai vasúti hídon, és úgy ment ki el Budapestre. És ő a Budapesten helyezkedett el, egész addig ott dolgozott Budapesten, amíg el nem foglalták az oroszok Budapestet. Ott vetkőzött le Budapesten, és az unokatestvérje ott volt, ott lakott, és azt helyezte el, katonai gyárba helyezkedett el, és ezzel együtt őtet kivitték aztán Ausztriába, édesapámat. De még nem tudtunk róla semmit, ahogy elment mi tőlünk otthonról. Mink az utolsó percben hallottuk meg, mikor kijöttek hozzánk este, és bekopogtak az ablakon, nem tudom már, hogy rendőrök voltak, vagy csendőrök, nem tudom. Már nem mernék megesküdni, hogy másnap menjünk be 3 nap élelemmel a kaszárnyába, vagyis hát oda a begyűjtő. Egy iskolában volt ez a begyűjtő, gyomán. És akkor oda, de csak 3 napi élelemmel azt mondták. De hát azt nem mondták, hogy hova megyünk, vagy mi. Már mi csak ott tudtuk meg, hogy mi kimegyünk a Szovjetunióba. És senki sem úgy öltözött föl, vagy úgy ment ki, hogy na hát 5 évre majd kimegyek. Ugye még váltót se vitt sok, nemhogy még ugye élelmet meg minden. Úgy, hogy aztán úgy hozták utánunk az élelmet Gyulára, mert Gyulára vittek minket át aztán Gyomáról, lovaskocsival. Ahogy bementünk rá, nem sokára már pakoltak is fel a lovaskocsira bennünket. A nőket 16 év, vagyis 18, úgy mondták előbb, hogy 18 évtől viszik a nőket 30 évig. De aztán 17 évtől vitték már. És már akkor a 17 évesek is bekerültek. A férfiak azok meg 45-ig voltak bevéve. Úgyhogy elég sokan voltunk, hát én nem tudom már mennyien voltunk, fogalmam sincs. De úgy mentünk, mint a karaván. 4-en ültünk egy kocsin, de nagyon hideg volt novemberben. Borzasztó hideg volt, hát ugye nem is úgy öltözött sok, ahogy kellett volna, meg hát nem is volt. Hát szegény volt mindenki. Akkor nagyon szegénység volt, és most mondják, hogy milyen szegénység van. És akkor volt igazán szegénység. A laktanyába vittek, én azt hiszem, hogy az csendőr laktanya volt. Csendőr laktanya, vagy rendőr, vagy ilyesmi valami volt. És ottan elég sokáig ott voltunk, azt hiszem 10 napig voltunk. Megvizsgáltak bennünket, és hát mindenkit átvizsgáltak, meg hát kikérdeztek, hogy nincs-e valami baja, meg hát megmondták, hogy hát Szovjetunióba kell menni. Aztán gyalog mentünk ki az állomásba. A pakkunkat felrakták valami autóra, vagy nem tudjuk, hogy hova, mert ma a vagonnál kaptuk meg csak. És akkor meg ott állt egy hosszú szerelvény az állomáson, ilyen marha kocsival mentünk, marha szállítóval, és akkor azt mondták, hogy a nők külön, a férfiak megint külön, és a nősök megint külön, mert voltak nősök is. És hát mink gyomaiak egy vagonba szálltunk mindnyájan. De voltak olyanok, akik hát ugye ragaszkodtak hozzá, hogy a férjükkel megy, vagy pedig len a testvérivel megy, mert olyan is volt, ugye, aki a testvérje is ott volt. Az egyiknek fiú volt a testvérje, a másik lány volt, ugye hát nem, akkor együtt akartak maradni. És akkor hát az egyik ment a másikkal. Olyan 200-an biztos voltunk Gyomán. Gyulán többen voltak, a gyulaiakkal mentünk együtt. Meg a mezőberégyiek, azok mind ott voltak, úgyhogy egyszerre vagonéroztunk be mindnyájan. Marha kocsi volt, vagy mit tudom én mi. Volt benne 2 prics, erről is egy, emelről is egy.
prics, olyan fölső, oda lehetett fönt aludni. És akkor úgy vágták ki a férfiak az alját vécének. És akkor egy vödört kivágtak a fenekit, és akkor rátették a vödröt, az volt a vécé. Ott odáig, hát ugye nagyon sok helyen megálltunk, mert akkor még nagyon háborús volt, adni kellett a sint a izéknek, a katonáknak, hogy ment az utánpótlás a frontra. És hát akkor minket félretoltak, sokszor egész éjszaka álltunk. Szóval nagyon-nagyon soká mentünk, egy hónap volt az út, mire kiértünk. Nem nagyon lehetett ott beszélni egymással. Hát amikor megálltunk vizet venni, mert volt úgy, hogy hát olyan kút volt, ilyen, szóval ilyen ásott kutak voltak. És akkor hát akkor lehetett venni vizet, és megállt addig a vonat, de ott mindjárt sorakozó befele, ott fegyveres őrök voltak. Velünk azok jöttek, fegyveres őrök, és azok dirigáltak ott, de hogy bántottak volna, olyan nem volt. Szóval nem volt, szóval nem bántottak bennünket. Megálltunk egyik helyen, és ketté választották a szerelvényt, és mikor kinéztünk reggel, hát láttuk, hogy elment az eleje a szerelvényünknek. És akkor végig kiabálta persze a nép, hogy hát elvitték a testvérünket, elvitték az apánkat, elvitték így úgy, ugye, mert volt, akinek az apját vitték, meg mit tudom én. Aztán hát azt vitték tovább, Saktiba. Mi megmaradtunk Nova Saktiba. És akkor minket leszállítottak, és akkor gyalog mentünk be egy kaszárnyába. Ez egy új kaszárnya volt, ahol mi voltunk. Ezt már körülbelül a németek építették, vagy a foglyok, vagy ilyesmi. Ott konyha volt, ott orvosi rendelő volt, ebédlő volt, minden téglából volt építve, és pricsekkel volt megcsinálva, úgyhogy már ottan laktak foglyok biztos. Egy emeletes volt, és akkor oda mentünk be, és mindenki úgy foglalta, mondtam, már az alsó rész el volt foglalva a dunántúliakkal. Már azok a dunántúliak ott voltak, akiket kivittek. Azt nem tudom, hogy ugye hányan, vagy hogy, vagy mint. Akkor mi az emeletre mentünk. Az első emeletre, és akkor gyomaiak mindnyájan egy szobába mentünk. De aztán annyira változott minden, úgy szétszóródtunk, mert szinte minden hónapban volt ilyen bányaválogatás, hogy akik ugye nem voltak még a bányába, azokat letették a bányába, amikor több volt a bányában a munka. És hát én 2,5 évig nem dolgoztam bányába, hanem fönti munkás voltam. De annál rosszabb volt, mert olyan hideg volt télen, hogy majd megfagytunk. A vagonba kellett hordani, még akkor úgy ilyen kis szilke, nem tudom, hogy tetszik-e emlékezni arra, két felül kellett fogni, a ketten vittük, és akkor úgy lapátoltuk tele szénnel, és a vagont úgy hordtuk tele. Télen nem nagyon tudtunk, mindjárt mentünk a melegedőbe, onnan megzavartak ki bennünket dolgozni. De hát ugye annyira nehéz volt az első tél, hogy borzasztó nehéz volt. Az volt tán a leghidegebb tél, vagy csak azért, hogy nem voltunk hozzászokva az olyan hideg télhez. Kaptunk ilyen kufájkát, amit a frontról visszahoztak. Tele volt lukkal, hogy ahogy átlőtte a golyó, ugye úgy kitisztították, azt hozták nekünk. A lábbelit is ezt a szőrcsizmát télen, de hát ugye egy kicsit olvadt a hó, akkor az elázott, abban nem lehetett menni. Kesztyű volt ez a, mink lent a kesztyűnak hívtuk, azt ilyen zsákszerű kesztyű, mint a zsák olyanból volt, ilyen egyújas kesztyű. Soha nem kérdeztük meg, mikor jött a váltás, amikor jöttek bennünket váltani, hogy mi az ebéd, mert tudtuk.
Tudtuk mindig reggelje is káposztaleves volt és búr is, délbe ugyanaz, vacsora ugyanaz. Ez 5 évig végig. Lehet, hogy más lelgárdban nem így volt, de nálunk így volt. Mink 5 évig egy szem húst nem láttunk. Nem, hogy ettünk volna. Kenyér, az abból csináltuk a kis mókusokat, meg a mit tudom én, miket, csillagokat, meg mindent csinál. Olyan lágy, olyan kovászos volt, olyan barna, sötét, egész sötét fekete. És toklászos. Ilyen toklászokat húztunk ki belőle. És, de hát előbb meg se ettük. Ott, mikor oda mellett még tartott a miénkből, addig ott hagytuk az ebédet, azon módon nem ettünk belőle. De aztán már kevés volt. Aztán már megettünk volna többet, a kenyérből is, meg mindenből. De hát ugye adag volt, és hát kiadták 3 napra, aki megette első nap mindet, az 2 napig nem evett. Mert pótolni nem lehetett. 3 műszakban dolgoztunk, és 8 óra hosszát dolgoztunk. És 1 nap lett volna szabadság, szóval szabad nap, minden, már nem úgy, hogy mindenkinek egyszerre, hanem mindenkinek különböző napon 1 nap szabadság. De akkor meg máshova kellett menni dolgozni. Úgyhogy nem, akkor kiabálták, hogy szabadnaposok sorakozó reggel, és ugye akkor vittek bennünket, vagy a vasútállomáshoz bányafát kirakni a vagonokból, vagy pedig lenne a TSZ-be, mit tudom én, cukorrépát szedni, vagy mikor minek volt a szezonja. Vagy havat lapátolni a sinek közül, ugye azt is hát nem tudott volna az izé vonat közlekedni, ha nem hányuk el a havat, tehát borzasztó havazás volt ott. És ugye, de nyáron ugyanúgy, akkor is találtak mindig valamit. Vagy a konyhára vizet hordani, vagy ez, vagy az. Szóval mindig felmosnított. Szóval a szabadnaposok, azok nem jók voltak a szabadnap. Mink, hogyha oda-haza voltunk, mink aludtunk mindig. Mink pihentünk. Mikor felöltöztünk már izébe, kufájkába, meg mindenbe, szóval már nyáron ilyen vékony munkaruhát adtak. Nadrágot, meg kabátot. De hát nem volt rajtunk semmi más, mert hát nem volt semmink. Más ők se adtak. Aztán akkor kiültünk ott a kertbe, volt nagy fás rész volt ott az udvar, és akkor hát esténként sokszor elkezdtünk ottan danolászni. Sokszor még a tisztek is oda jöttek hozzánk danolni a kívül a kaszárnyán. Kint a kapunál, ők is danoltak velünk. Úgyhogy hát más nem lehetett, kimenni nem lehetett. Már amikor ugye jöttünk volna haza, akkor már küldtek bennünket, hogy menjünk a városba széllyel nézni, hogy nehogy azt mondjuk, hogy hát itt csak szén van Oroszországban, más nincs. Nézzük meg a mozit, meg ilyesmit. Hát a Mágnás Miskát azt láttuk kint. Azt közvetítették, a szöllőbe voltunk kint, utolsó nyáron ilyen szöllőbe. Akkor már mindenhova vittek bennünket, mert már sehol nem kellettünk. Akkor már úgy gondoltuk, hogy hát a haza mehetünk. Az oroszok meg mindig azt mondták, mikor mentünk dolgozni, hogy miért nem mentek már haza. Hazajött az én férjem, és azt nem kap munkát, mert itt vagytok. Azok mindig küldtek haza bennünket. És hát mondtuk nekik, még mennénk szívesen, de egyszer elhoztak bennünket, akkor vigyenek haza is. Utolsó nyáron én szöllőbe voltam például. Ott nem sokan dolgoztunk szöllőbe, de mikor már ért a szöllő, akkor már nem mink szüreteltünk, hanem a szovjet nők szüreteltek. Minket meg elküldtek ásni a jövő szöllőnek a lukat, és szóval ültetni a szöllőt. Akik a borfejtőbe dolgoztak, ott többen férfiak voltak.
de az a férfiak nem túl sokan voltak kint a szőlőben, egy 20-nál nem igen volt több, még te annyi se. És azok kint a szőlőben, azok ugye ihattak bort is, meg hát azzal dolgoztak, ugye. Aztán ehettek szőlőt is, mi nekünk még délbe is, hogy adtak volna egy fürt szőlőt, amire kapáltuk, vagy valami, soha nem. A bágyámba ért egyszer, kapcsoltam az üres csilléket össze, így egymással jött így a bányából fel a csille, és akkor kapcsoltam a másikhoz hozzá, azt vitték föl. Aztán itt ez még most is látszik az ujjam tőle ilyen, itt így elhasította eltört ez az ujjam. Ennyi balesetem volt, így nem voltam semmi beteg vagy valami. Mikor kimentünk, akkor 2 hónapig nagyon rosszul voltam, akkor hasmenést is kaptam, már a izébe kezdődött a vagomba. És amikor bementünk az izébe, a lágerbe, hát nem is tudtam dolgozni eleinte, annyira hasmenésem volt, de azt valahogy csak rendbe jöttem. Volt ez a tífusz. Ez a tífusz volt egy pár, de volt, aki megúszta, úgyhogy gyomáról is egy lány, az is tífuszos volt, elment az összes haja, neki kórházba volt, nem is tudott magáról semmit, egy gyulai lány is meglátogatni, megengedték, hogy elmentünk a kórházba meglátogatni, de hát ők megúszták, de volt, aki meghalt bele. Akkor volt ez a, nem tudom, hogy minek mondjam, hogy ez a csontritkulás, vagy nem tudom én, mi volt az. Az egyiknek itt a combtövin volt egy olyan luk, és akkor hát az abba halt meg. Akkor egy gyomai lány, az is úgy folyt neki a lába, és az is meghalt, egy multilonának hívták, és hát az is, hát már olyan 2-3 évre rá, ahogy kimentünk, akkor halt meg az is. Szegény mindig mondta, amikor meglátogattam úgy a betegszobán, hogy hát nem hallottam, hogy mikor megy a betegszállítás, mert ment ilyen közben ilyen betegszállítás, hogy a betegeket összeszedték minden lágerból, és akkor azokat hazavitték, akik olyan súlyos betegek voltak. De hát őtet nem vitték haza, ott halt meg kint. Én egyetlen egy temetésen sem voltam. Én mindig dolgoztam, mikor a temetések voltak, nem tudtam kimenni egyiknek se a temetésére, pedig annak a gyomai lánynak nagyon szerettem volna, de pont műszakban voltam, mikor temetése volt neki. Hát azt mondják, hogy csináltak nekik koporsót, és akkor ilyen deszkából, és úgy temették el őket. Hát én nem voltam egyen se, ezt nem, erről nem tudok mondani. Sokan voltunk nagyon abban a lágerben. Hát gyomáról egy, nem tudom, majd biztos mennek a izéhez is, a Wolf Erzsihez. Na majd az megmondja, a vőlegénye ott halt meg, annak is a bányába. Ilyen bánya ács volt, és így a izéit, a térdit ketté vágta a izével, avval a baltával. És vérmérgezésbe halt meg, vagy így valahogy mondták. Ő majd elmeséli azt, hogy halt meg, de hát így én nem tudom, hogy férfiak hogy haltak, vagy annyira nem voltam ismerős a férfiak között. Mindig csak azt fájt, hogy miért vittek minket ki. Mindig csak azt fájt, hogy elvették a fiatalságunkat. Ugye mire mi hazajöttünk, úgy gondoltuk mi ottan, hogy na mire mi hazamegyünk, felépül Magyarország, minden rendben lesz, minden jó lesz, és mire jöttünk haza, hogy szintén Debrecenből marhakocsival jöttünk megint gyomáig haza. És nem változott semmi, volt, jegyrendszer volt még akkor is, 5 év múlva is. Munkát nem kaptunk,
És ugye beszélni meg nem lehetett, nem akartunk még egyszer visszakerülni. Mindig mondták a férfiak, hát ugye ők a frontot megjárták már, vagy voltak ilyen esetek, és akkor mindig mondták, hogy ne szóljunk semmit, azt mondja, hogy nem, elmúlt, az kész. Hát szóval mindig figyelmeztettek bennünket, hogy ne izéljünk, ne veszekedjünk, vagy valami a bányába is adjunk rájuk mindent, mint aki nem ért semmit. Szóval azok úgy, a férfiak úgy oktattak bennünket azért. Nem egyenesen hazajöttünk, hanem Romániában voltunk, Máramaros-szigeten 10 napot. Azt mondták, hogy feljavítom vagyunk. Hát mit tudom én, hogy miért voltunk ott. Hogy semmit nem csináltunk, csak enni kaptunk aztán. Semmit nem csináltak. De ott sem láttunk szalonnát, amire annyira vágytunk. És mikor mindig azt mondtuk, hogy na majd Debrecenbe, ha beérünk, majd jól lakunk szalonnával, mindig azt mondtuk. Azt mikor beértünk, hajnalba értünk be, hát reggelire pakoltánk, utunk úgy összehívtak, hogy menjünk reggelizni. Na mondom, meg jól lakunk szalonnával. Aztán adtak egy darab kenyeret, egy olyan jó nagy darab kenyeret, azt mondták, hogy az egész napra szól, és egy darab gyümölcsízt kaptunk rá. Ez volt a szalonnánk. Ez fájt nagyon. Az nagyon nagy csalódás volt, hogy úgy fogadtak bennünket, hogy ingyen dolgoztunk, mert nem kaptunk fizetése, és akkor még idehaza se fogadtak bennünket egy jó ebéddel. Én jó állapotban voltam végig. Én nem voltam olyan nagy étkű, azokkal volt baj, akik olyan nagy étkűek voltak. És ugye, hát éhesek voltak állandóan. Én nem voltam nagy étkű, nekem elég volt az a káposzta leves, hát káposzta. Az is az volt a baj, hogy a bányászok ugye öregebben kapták a levest, mint mink. Azoknak több káposzta volt benne. A miénk jó, a hígabb volt. De hát mit tehettünk, semmit. És ugye az a búr is, hát az meg, ahogy kifőtt, úgy adták. Nem volt azon semmi. Én úgy emlékszem Debrecenbe, hogy bementünk egy nagy épületbe, és mink ottan egészen estig ott voltunk, ott hol itten mérték, hol a vérnyomásunkat mérték, hol hívtak valamire, szóval nem, de hogy ilyen röntgenfelvétele, én arra nem emlékszem. Azt tudom, hogy az íratokkal nagyon hosszú idő eltelt, még kiadták, ugye, mert vasúti jegyet kaptunk, személyvonatra, de mondom, hogy marha vagonnal jöttünk haza, mert a vasúti jegyet arra adták, hogy amikor este az a 10-es, vagy milyen vonat jön Pestről, 9 órakor jön az a vonat, nem tudom, én úgy jött valahogy, hogy arra szálljunk föl. Igen, ám, de mire odaért a Szajorhoz a vonat, addigra már tele volt, már a lépcsőn is álltak. Nem tudtunk felszállni. Úgyhogy akkor úgy járkáltunk egész éjszakaja a vasúti főnökhöz, hogy adjon valami vonatot, hogy haza tudjunk menni. És azt mondta, hogy hát csak reggel tud adni, de akkor is csak személyvonat, vagy tehervonatot, mert azt mondja, nincsen vonat. Akkor tehervonattal mentünk Gyomára. Meg hát a csabaiak is mind berényiek, mind azzal jöttek. A gyomaiak azok biztos, hogy mind azzal jöttek haza, akik akkor, de már ugye előttünk a fele hazajött, mert 2 részbe jöttünk haza. És mi már gyomaiak, akik 5 évig voltunk, azok nem voltunk többen egy 50-nél, biztos. Fölültünk reggel, a izére, a szerelvényre, és pont delet harangozták, mikor Gyomára értünk. Harangszóra jöttünk haza. Hát az szörnyű volt, amikor megláttuk azt a sok népet,
ami kint az állomásnál várt bennünket. Az is rettenetes volt, ugye mindenki sírt ott lent, olyanok is voltak, akiknek senkiek se volt kint, de hát ugye kijöttek fogadni bennünket, szomszédok, ezek azok. Hát nagyon-nagyon fájós volt minden, de nem mertünk mondani semmit. Nekem ott voltak a nagynénéim is, a testvérjeim is, még a vasúti hídnál is ott volt az egyik öcsém, még az is kiabált, mikor ott jött el a vonat. Akkor anyám, apám mind ott volt. Még szerencsére láttam mindegyiket úgy, hogy meg voltam nyugodva, hogy na él mindegyik. Furcsa volt, mert sokat öregedtek. Furcsa volt. Lehet, ha úgy találkoztunk volna, hogy nem közvetlen kerestem volna, vagy valami, lehet, hogy meg se ismertem volna. Ők csak megismertek. A nagynéném az elment mellettem, én szóltam neki. Úgyhogy az csak sírt, nem tudott szólni egy szót se. Én kufájkába jöttem haza, mert a szőlőbe kikaptam a fizetésemet, hát pont annyit kaptam, amennyire egy kufájkát tudtam venni, egész nyári fizetésem annyi volt. És egy kufájkát vettem, mert a téli kabátom, amiben kimentem, az már nagyon el volt nyűve, mert én azt is felvettem még télen a kufájka alá. Azt abba dolgoztam. Azt ugye hát abba már szégyeltem hazajönni, pedig jobb lett volna, mert csak én rajtam volt kufájka, senki máson. És az új kufájka volt, a piacon vettük. Oda hazahagytam, mikor férhez mentem, Gerlára mentem, férhez ott hagytam, mert a férjem is ki volt, ott ismerkedtünk meg a férjemmel. Kint a Szovjetunióban az utolsó évben, mert ő nem abban a lágerben volt, őket lecsatolták mindjárt az elején. Ők Saktiba mentek, mi meg Novasaktiba. És addig nem ismertem én őtet. Ha én éjszakás voltam, ő volt más műszakban, úgyhogy nem nagyon lehetett ottan úgy, hogy találkozok ezzel vagy azzal, mert hol az egyik dolgozott, hol a másik nem úgy dolgozott, szóval nem lehetett ott úgy. Meg aztán el voltunk fáradva, aludtunk inkább, mint hogy keressünk valakit, vagy nem tudom én mi. Sokszor, ha éjszakások voltunk, sokszor 3 órakor mentünk ebédelni is, mert hát nem ébredtünk föl. Én nem dolgoztam egész nyáron se, amíg odahaza voltam. Nem dolgoztam, az anyáméknak segítettem a veteményesekbe, meg hát így, amit kellett, ugye vállaltak aratást, akkor arattunk. És én nem dolgoztam úgy, mert nem, mondom, nem kaptam munkát, hát nem volt semmi gyomán egyáltalán. Úgy lehetett volna, hogy az ember elmenjen más vidékre, de úgy gondoltam, hogy voltam én már eleget oda. Aztán viszont a ruha meg hát nagyon-nagyon rosszul álltunk mindenbe, mert a szüleim se tudtak úgy venni, mert ugye volt még másik 2 öcsém is, ahogy mondtam, azoknak is kellett, szóval nagyon rossz helyzetben voltunk. Méghozzá, mikor én hazajöttem, az apám tüdőgyulladásban volt, nem tudott még dolgozni sem. És sokáig benn volt Gyulán a József szanatóriumban is, és bizony nagyon kevés pénz volt a háznál. 1950-ben kötöttünk házasságot, akkor mindjárt rá egy évre megszületett az első gyerek is. A férjem már akkor dolgozott, ő vasöntő volt a férjem. Volt ez a kölcsön akkor, hogy Gerlán laktunk, és hogy elűzzék onnan a grófokat, hát ott volt a grófi birtok. És be akarták telepíteni.
és akkor az állam épített úgy házakat, hogy úgy kellett részletbe fizetni. És na, mi is úgy építettük az első házunkat. Úgyhogy egy évig laktunk anyósoméknál, és akkor mindjárt új házba mentünk lakni. De azt fizetni kellett, a gyerek is ott volt, akkor rá egy évre újra jött egy másik gyerek is. Ez a nagy lányné. És akkor ugye két picivel nekem odahaza kellett maradnom. Én nem tudtam semmit csinálni a két gyerektől. És egy fizetésből házat építeni, hogy meg még élni is, meg még két gyereket nevelni is, el lehet képzelni, hogy mennyi jutott kajára. Még az volt a jó, hogy volt nagy kertünk, és akkor megtermeltük, amit megettünk. Disznót tartottunk, tyúkokat tartottunk, a húst meg ugye megint meg volt abból. Aztán hát így tengettük magunkat. El idáig, hogy még mindig megvagyunk. Mindig csak mentünk a WC-re, hogy halljuk valami hírt, hogy mikor megyünk haza. Mert ottan pletykálkodtak mindenki, de nem tudott senki semmit, csak vidítottuk egymást, hogy ezt hallottam, ekkor megyünk haza. Azt így éltünk tovább, avval a reménnyel, hogy na, majd eljön az, azt akkor megyünk haza. Hát bizony nagyon fájós volt, amikor a felit hazavitték, a másik felit meg nem. És egyszerre mentünk ki, ugye egyszerre csináltunk mindent, és volt olyan, akinek a bátyját hazahozták, őtet meg már nem. És akkor azt mondták az orosz tisztek, hogy hát azokat viszik haza, akiket kérvényeztek. Hát az nem igaz, hogy az egyik egy szülője volt, és akkor az egyik fiát kérvényezte, a lányát meg nem kérvényezték. Hát ez nem igaz. Aztán a többinek bizony nagyon fájó volt az, hogy... De hát akkor már nem is nagyon kellettünk ott. Mert már akkor nagyon sokan visszajöttek a frontról, ugye meg a fogságból az oroszok, és akkor kellett nekik a munka. De hát csak ott kellett maradnunk, úgy látszik, hogy az 5 évet ki kellett tölteni. De mink azt se tudtuk, hogy 5 évre vagyunk. Semmit. De azt gondolhattuk volna, hogy nem azért visznek olyan messze, hogy majd már egy hónap múlva hazahoznak. Mi nekünk se adott senki semmi tanácsot. Mink is csak belecseppentünk, és meg kellett csinálni, és csinálni kellett. Mert hiába izéltük azt, hogy hát ott voltunk a teherautó rakodásnál például. Mikor kimentünk, voltak olyan nagy piramisok, mint szénporokból. Olyan nagy piramisok, de nagyon sok. És ugye azt ott mind elhordták izével, teherautóval onnan. Azt mind lapátoltuk föl a teherautókra. Úgyhogy nagyobb volt a lapát, mint mi. 4 álltunk a izéhez, a teherautóhoz, 2 fönt, 2 lent. És akkor úgy dobáltuk fel a kocsira a szenet. És ugye azok a sofőrök is, azok is túl voltak terhelve, persze, mert minden csoportnak 2 teherautója volt. Az egyik vitte a szenet, a másikat raktuk mink. Hogy mire a másik visszajön, addigra ez meg elinduljon. Igen, ám, de a sofőrök megcsinálták azt, hogy hát defektet kaptak meg, mit tudom én mit. Azt akkor volt olyan, amelyik jó járt, mert nem kellett neki sokat lapátolni, mert soká ment vissza az ő kocsija. Ja, mindenki azt a kocsit rakta, amelyeket odaállítottak, hogy na, te ezt a 2 kocsit rakod 4-ötöknek. Ez a 2 kocsi van. És ha avval történt valami, akkor másikhoz nem irányíthatták. Csak az jó szántából segített nekik, hogy na hát rak föl belőle. Ha ők is olyan helyre kerülnek, ők is ugyanúgy járnak, mint mink. Hogy ők nekik is parancsolni fognak, és azt kell csinálni, amit mondanak. És mi is megszoktuk azt, hogy ugyanazt csináljuk, nekünk se parancsoltak itthon. Ugye, hanem hát azt csináltuk, hát gyerekek voltunk, ugye jóformán, hát
17 éves lány, akiket kivittek is, hát alig került ki az iskolából, ugye, azt akkor már azt a nagy lapátot cipelni, meg minden, hát szóval rettenet. Szóval első év az nagyon-nagyon nehéz volt, de nagyon nehéz. És úgy belejöttünk a munkába, hogy bizony csináltuk mink. A palát is, ezt a, ami feljön a bányából, az a pala. Hát azt is szedtük le a izéről, a gumiszallagról, ahogy a gumiszallag hozta föl a szenet, a pala is jött föl vele. És akkor a palát egy másik izébe, csillébe raktuk, és akkor azt a pala hegyre ment. És úgy borítottuk le a csillével, és sokszor leesett a csille is. És akkor fel kellett hozni a csillét. És le kellett menni, és úgy a palahegy oldalán húztuk fel azt a nagy, bolond nagy csilléket, négyen lányoknak. És fel kellett vinni. Mert a váltás nem vett át másképp, amikor jött a váltás. Hát nem fog a váltás majd mindjárt azzal foglalkozni, hogy mi leejtettük azt a csillét, ugye? Azt nekünk kellett fel is hozni. Szóval voltak abban nehézségek nagyon, amikor sírva csináltuk. De csináltuk.